Sziasztok, itt vagyunk az Artichoke stúdió évvégi rajzkiállításán. Nézzük meg, milyen művek készültek. Szia Bence, én Laci bácsi vagyok. Megmutatod a festményedet, hogy hol van? És ezt mikor csináltad? Mennyi ideig tartott ezt elkészíteni? Hát ez egy óra volt. És mi volt a feladat? Mi volt a téma? Le kellett rajzolni egy ilyen királynőt, ami ül a szamáron és megy a királyhoz. És kik a szereplők? A királynőt tudom, meg hogy utazik a szamáron, és mi kik vannak rajta? Van az apukája a királynőnek, és azok a harcosok. Na, például milyen színnel szeretsz dolgozni? Van ilyen, hogy kedvenc színed? Kék. Kékkel, aha. És figyelj, van egy olyan kérdésem még, hogyha lenne egy varázs ecseted, amivel ha festesz, az valósággá válik, akkor mi lenne az első, amit lefestenél? Nem tudom, akármit. Egy bánát. Ez egy nagyon jó kis dolog. Jó, köszönöm szépen, hogy megmutattad nekünk. Hát egy igazán remek festmény, úgyhogy gratulálok, és így tovább. Köszönöm. Szia! Szia! Kiállításon megmutatod, hogy melyik képet készítetted? Igen, azt. Nagyon szép, hát jó sok szín van rajta. Mi volt a téma? Azt hiszem, egy ilyen meséhez kellett készíteni egy festményt. Meg volt adva, hogy mi legyen rajta, egy-két dolog? Aha, igen, lehetett választani melyik rész, azt hiszem. És volt olyan, amit direktre magad akartál rátenni? Hát nem annyira. És a színekkel mi a helyzet? Az is megmondták, hogy miket használjatok? Nem kellett választani pár színt, és abból lehetett csak gazdálkodni. És például ez a képed, ez mennyi idő alatt készült el? Nem annyira tudom, lehet, hogy két. Hát ilyen, hogy egy óra, meg két óra lehet. Hát azért az nagyon ügyes vagy. És hogyha lenne egy varázs ecseted, amivel ha festesz, az valóra válik, mi lenne az első dolog, amit lefestenél? Hát egy ilyen szám. És hogyha az előkerül, az mit csinálsz vele? Nem tudom. Na, jól van, jól van. És mi a következő, amit szeretnél készíteni? Van, hogy otthon is festesz, meg ilyesmi? Hát nem szoktam annyira. Itt, aha. És van téma, ami érdekel, vagy amiről nagyon szeretsz, állatokról, vagy történetről? Állatokról. És szereted másnak is megnézni a művét? Igen. Meg szoktátok mutatni? Igen. És van itt, ami a tieden kívüli tetszik, ami... A tesóm is ugye itt van a Artichoke-ban, és neki ilyen nagyon jó rajzai vannak. És egymásért itt szoktátok elemezni, dicsérni, elmondani, hogy ez de jó? Nem annyira. Nem annyira jól van. És mennyi festményed készült ebben az évben? Hát elég sok. Sok? És hazaviszed őket? Igen. Lesz saját kiállítás talán? Nem. Szobát falán? Nem. Nem. Jól van. Köszönöm szépen, hogy megmutattad. Nagyon szép lett. Köszönöm szépen. Megmutatod nekünk, melyiket készítetted? Ezt. Na, egy igazán színes kép. Mi volt a feladat? Hát, hogy lerajzoljuk egy mese alapján a király kis Miklót. És meg volt adva, hogy milyen színeket, vagy mindenféle motivumot használjat? Hát nem, igazából nem, csak hogy fésztollal kell kiszínezni. Utána körbe rajzoljuk ilyen zsírtéteszerűséggel, és utána ráfestünk, hogy ez ne legyen olyan. És ez a festményed például, vagy képet mennyi idő alatt készült el? Szerintem ez 2 óra volt kb., de nem tudom. Hát igazán, igazán ügyes vagy. És az érdekelne még egy olyan kérdés, hogyha lenne egy varázs ecseted, amivel ha festesz, valóra válik bármi, akkor mi lenne az első dolog, amit lerajzolnál, vagy festenél? Szerintem cica. De csak egy, mert aztán sok van, akkor... Csak egy. Köszönöm szépen, nagyon szép lett, köszönöm. Élénk színek. Na hát gyönyörű képet festettél. Mi volt a téma? Hát a hollaanyúról azt a lányt kellett lefesteni, meg a hollaanyót, igen.
És neked ez tetszett ez a feladat? Szeretsz mesékhez úgymond illusztrációt készíteni? Igen. Szereted az ilyen élénkebb színeket is? Igen. És mennyi idő alatt készült el ez a festmény? Kettő darab óra alatt. És miért szeretsz rajzolni például? Lehet, hogy jársz más szakkörre is, de rajzolni miért szeretsz? Kikapcsol, vagy jó koncentrálni, vagy épp az, hogy szárnyal a fantáziád? Igen, igen, ez mind. És hogyan szoktál alkotni például? Ott vagytok csoportban, vagy szeretsz, hogyha egyedül vagy? Melyiket szereted jobban? Hát inkább egyedül. Mert akkor úgy jobban benne vagy a gondolataidban? Jól van. És ha neked lenne egy ecseted, amivel bármit készítesz, az valóság lesz, akkor te mit készítenél? Egy lovat. Hoppa, egy lovacskát, vagy akár egy egész ménest. Igen. Jól van, köszönöm szépen, hogy megmutattad. Csodálatos mű. Köszönöm szépen. Ha ti is kedvet kaptatok a rajzoláshoz, nézzetek körül az iskolátokban, a környéken, találtok egy jó szakkört vagy külön órát. Sziasztok!